Nem volt örömjáték, nem mertek a lányok felszabadultan játszani, nyilván a tét nem volt rajtunk, hiszen azért nyilván a realitást tudtuk, de én azt kértem tőlük, hogy most ez az a mérkőzés, ahol igazából egy nagyon remek világklasszisok ellen tudjuk kipróbálni azt, hogy valójában mire is vagyunk képesek. Egy kicsit úgy éreztem, hogy a lányok túlságosan tartanak az ellenféltől, és ez látszódott is a mérkőzésen. Nem mertek annyira belemenni a faltokba, sem a védekezésben, sem a támadásban, viszont voltak nagyon szép momentumai a mérkőzésnek, akár a védekezésünkben, akár a támadásban, de ennek nagyobb arányúnak kellett volna lennie. Mennyire edzői szemben, mennyire hasznosítható ez a meccs a későbbiekre, hiszen most két nagyon kemény találkozó jön majd, előbb a kupában, aztán a bajnokságban. Mindenképpen hasznosítható, mert ez egy olyan sebességgel játszott a Győr, ami hát azon a top szint a kézilabdában. Néha tudtuk velük tartani a lépést, az első félidőben nagyon sok lerohanás gólt kaptunk, de azon, hogy a másodikban már azért jobban vissza tudtunk rendeződni, és ez a szerdai mérkőzésen ugyanolyan fontos lesz a Siófok ellen. Támadójátékban voltak kiemelendő szituációk, amik nagyon szépen megoldottak. Talán a labdaszerzések, illetve a távoli zónáknak a megtalálás, hogy abból mikor kell lövést eszközölni, vagy mikor kell tovább játszani, ez, amit jobban kell majd kielemeznünk.